A természeti kincsek megóvása globális cél. Erre hívja fel figyelmünket minden évben a Vízvilágnapja. Ezt a jeles napot március 22-én ünnepeljük, amely a vízvédelmének fontosságára hívja fel az emberek figyelmét. Földünk édesvíz készlete nem kifogyhatatlan körforgásának és tisztaságának megőrzése érdekében, azonban nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmére is. A világ szinte minden álló vize folyója szennyezett. Jelenünk és az utánunk érkező generációk sorsa múlhat azon, miképpen gazdálkodunk a föld készleteivel, hogyan óvjuk és hasznosítsuk az élet egyik alapvető elemét az ivóvíz biztosítása, valamint a szennyvíz elvezetése nélkülözhetetlen közszolgáltatás, amelyet a lakosság teljes egészében igénybe vesz. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT a térség meghatározó vízi közmű szolgáltatójaként arra törekszik, hogy ezt a felelősségteljes munkát a fogyasztók elégedettsége mellett lássa el. Lázbírcán vagyunk a az ország egyik legszebb helyén véleményem szerint, és itt van mögöttem ez a gyönyörű tározó, ami a legféltettebb kincsünk, nem csak ez a tározó, hanem az összes többi víz is, és mint víziközmű szolgáltatónak a legfontosabb érték a víz, de úgy gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem valamennyi embernek, hiszen a víz az élet alapja, és a társadalmi fejlődés és a társadalmi jólét nem is képzelhető el nélküle. Ilyenkor fel kell hívnunk a figyelmet mindenki számára, mind a lakosság, mind az ipar, mind a mezőgazdaság irányában, hogy nagyon vigyáznunk kell a vízre, és meg kell fontolnunk minden tevékenységet. A legtöbbet akkor tehetjük, hogyha a környezetünket óvjuk, ezzel tudjuk a vízbázisainkat is védeni, hogyha nem szemetelünk és nem végzünk olyan tevékenységeket, amivel szennyezőanyagokat juttatunk a vízbe. A Borsodabói Zemplén Heves és Nógrád megyében szolgáltató cég működteti az ország első regionális vízzellátó rendszereit, és az egyetlen olyan vízmű, amely ivóvíz célú felszíni víztározókat üzemeltet. Ezek közül a Lászbérci Arakacai, valamint a Köszörűvölgyi és a Csoréti víztározó bekerült a megyei értéktárba is társaságunk területén rengetegféle vízbázis van, és pont ebből adódóan a vizek minősége is eltérő, és így eltérő tisztítási technológiákat kell alkalmaznunk. Itt Lászbércen a kor egyik legmodernebb technológiáját találjuk, útra szűrő berendezéssel tisztítjuk a vizet, amely azt jelenti, hogy minimális vegyszer felhasználással, gyakorlatilag mechanikai szűréssel a legtöbb szennyezőanyagot kiszűri a vízből. De a többi területünkön is vannak technológiák. Az elmúlt években a technológiai fejlesztésekre kiemelt figyelmet fordítottunk, hiszen a szennyező anyagok azok is megváltoztak, és ezeket a kutatásokat abba az irányba kell fordítanunk, hogy a, a, tudjunk a későbbi kor kihívásaira is válaszokat adni. nagyon fontos a szemléletformálás is. Minden ember, aki ebben az országban él, nagyon lényeges, hogy hogyan viszonyul a környezetéhez, hogyan viszonyul a vízfelhasználáshoz. Pont ebből adódóan szervezünk ilyen tematikus napokat, amikor el tudnak jönni ide, és betekintést nyerhetnek a, a vízmű világába, illetve megláthatják ezt a csodálatos természeti környezetet, és ö, úgy gondolom, hogy ha látják ezt a szépet, akkor annak a megóvására is fognak törekedni a későbbiekben. És ö, ettől függetlenül el szoktunk menni egyébként órákat tartani iskolákba, középiskolákba, általános iskolákba, de már a legkisebbeknek is szervezünk táborokat, és erdei iskolákat. Ez alkalommal az EGRI Főegyház megye pálya orientációs pályázatának keretében a Diós Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 7. és 8. osztályos tanulói a Lászbérci víztározónál tettek látogatást. A diákok nagyon élvezték az egész délelőtti programot, hiszen részt vettek üzemlátogatáson, ahol a szakemberek bemutatták a víztisztítás folyamatát, majd ezután tettek egy nagy sétát a víztározónál is. A vízvilágnapi alkalmából jöttünk el Lászbércre, Abból a szempontból is fontos volt ez a látogatásunk, mert az iskolánk nagy hangsúlyt fektett arra, hogy a környezetet védje. Egy ököliskolai címet is kapott az iskolánk. A Lászbérci vízszárazónak a, a épületeit láthattuk elmondták nekünk, hogy hogyan működik, hogy, hogy szűrik a vizet, és hogy hogyan vezetik le a tározóból a víztisztító egységekbe a vizet. A vezetőnk elmondta, aki körbevezetett minket, hogy például ennek a gátnak érdekesség az, hogy a leömlő műegység oldalról vezeti le az áradáskor a vizet, ez egy, ez egy, különleges része a gátnak. Nagyon jól éreztem magam, a környezet is nagyon szép, és én amúgy is szeretem az ilyen, ilyen témákat. A Miskolci Likörgyár ZRT tulajdonosi csoportja és vezetősége elkötelezett a környezetvédelem iránt, ezért szénsavmentes lilafüredi ásványvizet osztottak március 22-én Miskolcon, a centrum áruház előtti téren. A napos, kora tavaszias időben a járókelőknek nagyon jól esett a hideg szomjoltó. A fél literes kiszerelésű vizet térítésmentesen kapták az arra sétálók. Az Észak-Magyarországi Regionális Vízművek ZRT fontos feladatának tartja, hogy tájékoztassa a lakosságot, hogyan tudnak tudatos felhasználók lenni. Fontos, hogy tisztában legyen mindenki azzal, hogy nem szabad pazarolni ivóvízünket. A szolgáltató éppen ezért különböző programokkal hívja fel a figyelmet legnagyobb kincsünkre és éltető erőnkre a vízre.